Sziasztok! Megérkeztem a 16. Eurobike kiállításra, ami simán lehet, hogy az utolsó lesz. Egyrészt a kiállítói érdektelenség miatt is a legnagyobb cégek eltávolodtak a kiállítástól, nincsenek itt. Másrészt, ahogy itt ezen a Molinón is látható, már nem a Shimano a főszponzor, nem a Specialized, nem a Trek, hanem a Bafang. A távol-keleti cégek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a kiállításból, ami tök szép és jó, de igazából a klasszikus, nagymúltú márkák pedig ott hagyták a kiállítást. Éppen ezért kíváncsi leszek, hogy mi lesz most, amit érdemes lesz megnézni, mi lesz most, ami újdonság, és még mondjuk úgy, hogy sajtóképes. Mindenesetre a következő napokban itt leszek, és megpróbálok beszámolni róla. Sziasztok! Természetesen a Shimano stand nem maradhat ki az újdonságok bemutatásából. Az SLX és XT setnek a tesztjét azt már valószínűleg láttátok is, mire ez a videó megjelenik. Itt viszont meg lehetett végre nézni a GRX setet, ami a gravel kerékpárokra való alkatrész család. A gravel kerékpárok azok gyakorlatilag olyan országúti bringák, amikkel terepen is lehet közlekedni, meg lehet őket pakolni speciális gravel táskákkal, tehát csomagos túrázni lehet vele, sokkal kényelmesebbek, mint az országúti bringák, ballonosabb kerekük van, és az üléspozíció is eltér attól, mint amit egy versenybringánál megszoktunk. Ami meglepő, hogy itt még nem 12 sebességes váltórendszerről beszélünk, csak 11-esről, viszont lesz belőle DI2 és mechanikus kivitel is, illetve szimpla meg dupla tányéros is. A fékváltókarok ergonómiája is a gravel kormányokhoz igazodik, tehát akkor is jó a fogásuk, hogyha kicsit döntött állapotban vannak felszerelve. Első tapogatásra azt mondanám, hogy a hagyományos mechanikus fékváltókarnak jobb a fogása, mint a DI2-nak, aminek kicsit ilyen sramos, lecsapott, rövidebb teteje van, tehát ahol feltámaszkodik rajta a kéz. De nyilván majd, hogyha meg lesz belőle a testbringa, akkor ezt részletesebben is be lehet mutatni. Azért egy ilyen tapogatásra ne vonjunk le komoly következtetéseket semmiről. Nagyon örülök annak, hogy a Shimano is felismerte, hogy a BOA tekerőgombos zárórendszereket be kell vezetni az ő cipőjüknél is. Egyrészt sokkal egyszerűbb vele a cipő befűzése, illetve a pontos feszességnek a beállítása. Másrészt jól is néz ki a cipőn, és végre el lehet felejteni ezeket a tépőzárakat, meg ezeket a mikroreteszelésű csattokat. Lehet, hogy elsőre úgy tűnik, mint a sérülékenyebb lenne, mint a hagyományos rendszerek, de évek óta használok olyan cipőt, amiben BOA rendszer van beépítve, és soha semmi baja nem volt, működött hidegbe, melegbe, hóba, vízbe, mindenhol. Ráfért már a ráncfelvarrás a téli cipőjükre is. Most az MV7-es személyében egy baromira jó modellel jöttek ki, Michelin gumitalppal rendelkezik, tehát valószínűleg kevésbé fog csúszni a vizes körülmények között. Megvan rajta az a fűző és nyelv záró kis fedél, ami nem engedi be a vizet a felső rész fölül. Felül ilyen neoprénes, elasztikus anyagot alkalmaztak, tehát jól rá lehet majd zárni a bringás nadrágra, hogy onnan se jusson be a víz, és emellé még megkapta ezt a BOA betekerő rendszert is. Az ára vélhetően elég borsos lesz, hiszen a Shimano téli cipői, sőt úgy nagyjából mindenkinek, minden gyártónak a téli cipői nem olcsóak, de azért erre külön kíváncsi leszek. Na vajon mire volt szüksége a kerékpár piacnak nagyon? Egy újabb fejcső átmérőre. Igazából tökre örülök neki, mikor egy cég fejlesztésekkel áll elő, de hogyha ez egy újabb középcsapás vagy kormánycsapás standardet hoz magával, akkor attól ki tud hullani a hajam. Hiszen ehhez nem csak a kormánycsapásgyártóknak kell igazodnia, hanem a villagyártóknak, a kormányszárgyártóknak, és igazából onnantól megint nincsen átjárás a rendszerek között. A Bulls fejlesztette le és mutatta be az új Sonic Evo és Sonic EV szériában ezt az új kormánycsapás átmérő rendszert. Igazából a Sonic Evo az egy brutálisan jól kinéző ösztelós, tehát gyakorlatilag ez az instantget azonnal elfogadnám. Illik is hozzá ez az 1,8 szolos átmérőjű fejcső. Csak ez az egyetlen gond vele, hogy ez egy újabb szabványt jelent a kerékpáriparban. Régen ugye voltak az 1 szolos menetes kormánycsapágyak, majd bejött az 1 szolos A-hedes, majd az 1,18-os A-hedes, aztán voltak a Super Evolution-ök, illetve volt a Cannondale-nek a 1,5 szolosa, majd utána elkezdett terjedni a 1,5 szolos kormánycsapágy szabvány, majd jött a taper verzió, ami felül 1,8-ad alul 1,5 szol, és úgy néz ki, hogy most csatlakozik hozzá az 1,8 szol is. Nyilván e-bike-ok esetében tök jó, hogy merevebb lesz tőle az egész fejcső, de vajon hányan vannak, akik úgy használnak egy elektromos mountain bike-ot, hogy ezt az átmérő és merevség növekedést ezt egyáltalán érezni fogják? Vannak kétségeim a dolgot illetően. Már majdnem elsétáltam a Bulls-nak a standjáról, amikor elém ugrott az új Wide Ronin SL bringájuk, és ott egy picit lehidaltam. Nem csak azért, mert baromi jól néz ki, hanem hogy egy kicsit részletesebben megnézzük, akkor feltűnik, hogy milyen alkatrészekkel van szerelve. Oké, a SRAM-nak az AX-es szettjét, azt már én is teszteltem, itt lent megnézhetitek a videót is róla.
emellett benne vannak a DT-nek a karbonkerekei, de speciálisan az ő igényeikhez eloxált aggyal, hiszen ez az agy, ez pontosan színben harmonizál a hátsó XX1 égősorral. Hát érdemes megnézni rajta a Gemini egybe karbon kormányt, itt a kormányszár és a kormány egy egységet képez, így merevebb és könnyebb tud lenni, csak nyilván elég komoly összeget kell majd a pénztárnál otthagyni érte. Ebbe a bringába belerakták a RockShox-nak a Reverb AX-es nyerekcsövét is, ami ugye a kormányról vezérelhető, és van benne akkumulátor, illetve nyilván most itt ki van véve a bringából, senki ne lopja el. És ugyanez az akkumulátor, ez a hátsó váltóval is kompatibilis, tehát ha esetleg valami oknál fogva merülne a hátsó váltód, akkor kiveszed a nyerekcsőből és belerakod oda. A Trickstuff Piccola HD tárcsafék nem egy hétköznapi darab, nem találkozunk vele gyakran a boltok polcain, minden esetre egyszer szívesen kipróbálnám, hogy hogy működik, mert a német magazinok ódákat zengenek róla. Igazából hazai viszonyok közé ez a 140 mm-es trail binga több mint elegendő, és ugyan a súlyát nem írták ki a standon, de szerintem, hogyha ez 12 kilónál nehezebb, akkor megeszem a kalapom. Külön érdekesség, hogy mondjuk úgy, hogy mindössze 8000 euróba kerül, ami nyilván majdnem 2,5 millió forint, de a hasonló felszereltségű és kivitelő bringák manapság simán elérik a 9-10 ezer eurós ársávot, tehát még azt is mondhatnánk rá, hogy olcsó. Nagyjából minden bringás cég törekszik arra, hogy legyen a kínálatában gyerekbringa. Viszont nagyon kevés olyan cég van, akik csak gyerekbringákkal foglalkoznak. Na, az Early Rider az pontosan ilyen. Igazából a kínálatukban nincs is semmi más, csak gyerekbringa, a futóbringától egészen a 24-es, illetve gyerek 26-os kategóriáig. Többségében speciális alkatrészekkel dolgoznak, megtalálják azokat a beszállítókat, akik a gyerekbringákhoz a legjobb minőséget tudják hozni, de ez természetesen együtt jár azzal, hogy azért az Early Ridereket nem az Osan bringa osztályán kell megkeresned. Egy 12-es futóbringa nagyjából 50-60 ezer forintról indul náluk, az ennél följebb levő rendes pedálos ilyen 12-es, 16-os, 20-as, 24-es bringákért pedig akár több százezer forintot is elkérhetnek. Ezek nyilván elég durva árak, főleg a magyar fizetésekhez nézve, de ha valaki megengedheti magának azt, hogy a gyereke alá a legjobbat adja, akkor erre is van ma már lehetőség. És hogy mennyire tartósak a kerékpárjaik? Itt van ez a 16-os bringa, amivel egy brutálisan hosszú nyerekcső van, mindössze azért, mert te is kipróbálhatod. Tehát simán egy 80-100 kilós felnőttet is elbír a bicikli, tehát valószínű, hogy a gyerek sem fogja tudni tönkretenni. És eljöttem arra a standra, ahol ha lenne 32 ezer euróm, már nem lenne. Ugyanis a Pivotnál az árak ugyan az egekben vannak, de gyakorlatilag, ha valaki megteheti, hogy ezekre kölcsön, akkor tegye meg azonnal. A Mach 5.5-öt teszteltem már 2 évvel ezelőtt, egyike a világ legjobb enduro gépeinek. Ezt most még tovább extrázták a Fox Live Valve automata lockoutos rendszerével. Itt ugye nem lockout karral blokkolod a telóknak a mozgását, hanem egy elektronika végzi önmagától, tehát teljesen automata módon, a kormányon nincs is hozzá semmilyen vezérlőszerv. És erre csak azt lehet mondani, hogy a Fox Live Valve-et egyszer ki kell próbálnod, ha van rá lehetőséged. És hogyan lehetne elkölteni 34 ezer eurót itt a Pivotnál? Nagyon egyszerűen. Emellé simán beraknám a kosárba az új Shuttle-t, a Shimano Steps rendszerrel szerelt elektromos gépüket, ami szintén 140 mm-t mozog, és emellé a kettő mellé beraknám a kosárba a Vault gravel bike-jukat. És azt hiszem elmondhatnám magamról, hogy boldog ember vagyok, ha ez a három bringa ott áll a lakásomban. Persze, meg vékonyabb vagyok nagyjából 11 millió forinttal, de azt hiszem ez nem érdekelne, ha megtehetném. De sajnos nem tehetem meg, úgyhogy egyelőre marad az álmodozás ezekről a bringákról, meg a különböző tesztnapokon való kipróbálás, mert például minden évben kint vannak a Eurobike Media Days-en, ahol volt szerencsém már menni a bringájukkal, hát nagyjából ennyi maradt nekünk Magyarországon.